Míg a tavalyi év végén jelentette be a kormány, hogy összevonják a gyermekjóléti és családsegítő központokat annak érdekében, hogy összeérjenek és minél hatékonyabban együtt hasznosuljanak az ezekkel az intézményekkel kapcsolatos információk. Január 1-ig a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központhoz tartozott a gyermekjóléti szolgáltatás, a bölcsödék, a családok átmeneti otthona, valamint a gyermekek átmeneti otthona is, ezek ezen túl két intézményként működnek a gyermekvédelem területén. A törvény változás következtében ezeket az intézményeket át kellett alakítani. És az egyik intézményünk így a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményként működik tovább, a bölcsődék, a családok átmeneti otthona és a gyermekek átmeneti otthona intézményeivel, a másik intézmény pedig a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást végzi, és ők Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ néven működnek tovább. Ebből a változásból sem az ügyfelek, sem azok az ellátott gyermekek nem éreznek semmit, akik az intézményünkben a szolgáltatást igénybe veszik, mivel hogy a változás az folyamatosan történt. A településeken család- és gyermekjóléti szolgálatokat, míg a járásokon központokat alakítottak ki január 1-től. Nyíregyházán a központ itt a Körte utcán működik ezentúl jelenleg 65 ellátottal. A másik új intézményben ez a szám lényegesen magasabb, összesen 204 fő veszi igénybe az otthon nyújtotta szolgáltatásokat. A családok átmeneti otthona olyan családoknak ad lakhatási lehetőséget, akik valamilyen oknál fogva a lakhatásukat nem tudják megoldani, és a lakhatás hiányában akár olyan intézkedésre kerülne sor, hogy a gyerekeiket ki kellene emelni a családból. A gyermekek átmeneti otthonában pedig azok a gyermekek veszik igénybe a szolgáltatást, akiknek szintén valamilyen olyan probléma merül fel a családjukban, hogy a családban történő nevelkedésük ideiglenesen nem lehet megoldani. Utóbbi segítségnyújtása a szülő és a gyermek közös kérelmére történik, a beköltözés önkéntesen igénybe vehető, valamint a hazaköltözést is hivatalos eljárás nélkül tudják megoldani.